kérdése. Innen átvinne oda. És kivállalja. Hova? És ennek a költségét kivállalja. Igen. Hogyan lehet? Nekem jó költség. 1 millió forintom áll benne eddig. Nem, mi az még elkezdték kellett volna egyeztetni. Jó, ez most már veszett helyszínyere. Jó, szerintem a hatóság járja végig azt az utat, amit végig kell járni. Nem tudunk, egy új nyomvonal nem fogom a kicsolni, tehát az kizárt. Részünkre ezt tudom mondani. Uram, bocsánat, az nem alkupozíció, hogy most egy teljes új nyomvonal. Az, hogy én itt vagyok? Azért, mert szerettem volna tényleg megnézni. Problémát, de ez egyre jobban elmérkezik. Nem hagyjuk meg egy helyen kívül, mert május 9-én megvallhatunk. Lakossági fórumos alpolgármester azt mondta, hogy azért még mielőtt így elindulunk egy rossz úton, tehát a szülői felelősség. Szülői felelősség. Ott volt a homokozó, kinéztünk az ablakon, és láttuk, hogy játszik a gyerek. Soha nem engedte azt. Én se engedtem a gyereket. Nem mondja engem, hogy 4-5 éves korában nem homokozott. Hát biztos, hogy nem engedem le a gyereket egyedül. Nem mondjunk ilyen. Hát itt le lehet. Ezen túl is le lehet. Nem tudom, voltak-e a Erzsébet ligetben, többi kerékpárosok, hogy milyen forgalmat. Most is jól a kerékpárosok is tudják, hogy milyen üvezetben van. Én is kerékpározom. Tehát ahol gyerek van, játszótér van, ésszel közlekedünk. Tehát én nem érzem ezt akkora problémának, mint ahogy ez. És amikor ezek a gyerekek, akik itt laknak, fölülnek a kerékpárút, és biztonságosan elmennek az iskolába, a gyerekek örülnek neki. De ez nem vedett el az iskolába, Simony mellett kellene lejönnie ahhoz ennek a tervvonalnak. De bocsánat, nem tud, a 15 éves gyerek teljesen más szakközépiskolába, gimnáziumba jár, fölül a biciklire, és elmegy egy városi kerékpárút hálózat mellett lakik. Most nem értem. Senkit nem. Tehát mindig csak a negatív, csak a rossz jön felénk, a pozitív dolgokat nem hanem... Vettük észre, hogy épül a kerékpárút, mikor megjelentek a dömperek. Igen, most vissza. Jó, bocsánat, tehát még egyszer. Az elejére. Azt az új nyomvonalat nem fogjuk tudni megépíteni. Arra forrásbe tudnak levelezni. Ez virágos persze. Nem tudjuk megépíteni. Tehát kompromisszum lehetőségre, volt mód lehetőség, azt be is vettük a rendszerbe, de az, hogy most egy teljes új nyomvonalon, mert most úgy gondoltuk, ennek a lehetősége nem tud fennállni. Bocsánat, Piroska, akkor ennyi a történet szerintem. És egyet mondok meg önöknek, én vészettem a Balaton északi partján kerékpár kiépítési procedúrájába. 8 év alatt egyetlen egy baleset történt, az is egy részeges biciklis miatt. Hát akkor most csak figyeltem itt, hogy mi a baleset veszély az, hogy egy környezetbarát kerékpár úton, hölgyem azt nem utazassa, mert ahogy megint százalékos arányban, táblázatban van meg, ön ahhoz nem ér. Azt meg bőven nem hallottam. Azért mondom, olyanban ne beszéljenek bele, ami szoktunk. Egy autóbaleset is volt. De mi az a baleset? Kerékpárúton. Ön, ha felül a kerékpárra, az nem, baleset, vagy kerékpározik, baleset veszélyes. Hogy? Nem, hát ha valaki ráhajt az autó a kerékpárútra, az baleset veszélyes. Csak mondta, hogy egy baleset történt. Beszélünk. Ott történt autóbaleset. Ja, igen, jó. Igen, szóval én nem értem, ha valaki ezt meg tudja magyarázni, elfogadom. Tehát a kerékpárútnak az a funkciója, hogy turisztikai, városlátogatói, egyéb kulturális rendezvényekre való eljutás. Munkába járás. Munkába járás is, hál' Istennek. Én használom is a kerékpárutakat, szó sem. De miért akarják ennek ezt? Na mindegy, most már tényleg csak körbejárunk. Köszönjük szépen. Nem tudom, ki mondja a zárszót. Én tényleg azt kérem a közösségtől, hogy fogadjuk el, és higgyük el azt, hogy ez a kerékpárút, ez Veszprém városi javát szolgálja, és az a itt élőknek. Biztos, hogy lesznek olyan gyerekes családok, akik örülni fognak annak, hogy a házuk környezetébe fel tudnak ülni, és el tudnak menni akár a Balatonpartra. Tehát bízom abban, hogy meg fogjuk szeretni
és én tényleg ígéretet teszek, hogy a környezetet viszont olyanná fogjuk tenni, hogy mindenki megelégedése tényleg olyan legyen, hogy rendben. Ezt a bizonyos park területet, amiről arról beszéltük, hogy ezt a zöld területet rendbe fogjuk még tenni, független attól, hogy tényleg az itt élő közösség azért nem úgy kezelte, mint hogyha az övé lenne, de én úgy szeretném kezelni, mint hogyha mindannyiunké lenne, és tényleg ígéretet teszek arra, hogy ezeket a parkokat itt le fogom rendezni az elkövetkezendő időszakban. Padokat az elkövetkezendő időszakban ugye már elkezdjük rendbe tenni, tehát közmunkások jönnek és szépen elkezdik festegetni. Ami lesz olyan pad, amit ki fogunk emelni, mert olyan állapotban van, de a többit az természetesen már rendezni fogjuk és le fogjuk rendezni. A nyomvonal tekintetében és ebbe a belső öblökbe viszont telepíteni fogunk még padokat. Még egy kérésem lenne. Parancsolják. Hogy most készül akkor egy jegyzőkönyv, hogy nagy udvariatlanság lenne részünkről, nem írnánk alá ezt a jegyzőkönyvet. Már csak azért, hogy nem írnánk a jegyzőkönyvet, mert a lakótársainkkal szemben ugye nem tudunk mindent így elmagyarázni mindenkinek, vagy egyesével. Nem lenne túl fereljárás, ha mi szentesítenénk úgymond azt, amit egyébként, ami ellen tiltakozni jöttünk ide. Gondolom, a hatóság nem... Tudomásul veszük. Illegális a részemről nem szívesen írnám alá. Benne szerepelt a nevünk, hogy jelen voltunk, de nem akarjuk aláírni. Értik, Tany, mire gondolok, hogy értitek? Mert akkor azt mondja, hogy igen, de itt az aláírásotok, hogy... Úgyhogy én ezzel a passzív ellenállással szárnám a dolgot. Épüljön, aminek épülnie kell. Ha valaki egy közösséget képvisel, odaírja, hogy részemről a nyomvonallal nem értek egyet, és ezt aláírja. Hát ezzel a kiegészítéssel lehet. Hát erről szólom. Akkor itt voltunk, és alá is írjuk. Jó? Okay. Én meg teljesen nyugodt vagyok, mert ennyit én tudunk azt tenni. Engedélyeztem. Szerintem a többi már csak időpocsékolás lenne, úgyhogy essünk neki. Ja, hát így. Nekem is sok dolgom. Köszönöm. Köszönöm is. Volt.